A Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvoda dolgozóinak megbetegedése következtében az óvónénik és a dajkanénik száma jelentősen lecsökkent. Felépülésükig és az egészséges dolgozók védelme érdekében az intézmény további egy hétig zárva tart. Szeretném tájékoztatni a szülőket és a város lakosságát, hogy előreláthatólag nagyon bízom benne, hogy március 1-én már ki fogunk tudni nyitni. Még a jövő hétre nincs annyi egészséges dolgozónk, hogy a dolgozó szülők gyermekeinek tudjuk biztosítani azt a lehetőséget, hogy egy csoportban ne 25 gyerek legyen, hanem szétszórva tudjuk az intézményben őket elhelyezni. Ha 25 gyerek kerülne be megint három csoportba, 3x25 gyerek, az nagyon nagy fertőzés és veszélyt okozna, és mivel nem tudunk több óvónénit és dajkanénit egészségesen behozni még az intézménybe, ezért kénytelenek voltunk írni ezt az új hirdetményünket, hogy még a jövő héten is kérjük, hogy maradjanak otthon és legyenek otthon, hiszen én úgy hiszem, hogy most a családok és a családtagok, a gyermekek és a dolgozóknak az egészségvédelme a legfontosabb, és szeretnénk, hogyha elkerülnénk azt, hogy újabb fertőződések történnének az óvoda berkein belül. Az egészséges óvónénik továbbra is tartják a kapcsolatot a csoportjaiba járó gyerekekkel, és játékos formában követik a tantervnek megfelelő foglalkozások menetét. A szülőknek nagyon sokszor, aminek örülünk is, nevelési tanácsokat adnak, hiszen egész más az óvodai élet, meg egész más, amikor egész nap otthon vannak a szülőkkel a gyermekek. Ugyanakkor a tevékenységtartalmakat, azokat mind tudják közvetíteni, hiszen most fejeződött be a farsang. Ez a két hét arról szólt, hogy a farsangi busú állarcokat, akármilyen jelmezes állarcokat otthon készítették el a gyerekekkel, és nagy öröm, amikor a szülők visszaküldik, lefényképezik azokat a dolgokat, amit együtt csinálnak a gyerekekkel. A meséink is, a verseink is ezekről szóltak, de jövő héten már bízunk abban, meg már a hétvégén is, hogy már a tavasz közeletét tudják közvetíteni a lányok, akár egy dalos játékba, akár egy rajzos tevékenységbe, akár melyik tevékenység területen. Már egy kicsit mosolyogni fog az idő is, és bízom benne, hogy mi is mosolyoghatunk újra nem sokára itt a gyerekekkel együtt. A március 1-i nyitáskor 3-4 csoportban tudják megkezdeni a foglalkozásokat, de továbbra is csak a dolgozó szülők gyermekeit tudják fogadni. Az intézmény vezetése a szülők megértését kéri.